Sziasztok! Hajnalig csésztem, 4-kor le is feküdtem, mint ahogy azt egy jó streamerhez illik, erre 4:30-kor kijön az új operation. Köszönöm. Most arra persze mindenki megcsinálta már a saját bemutató videóját, Banana Gaming, Henyinye, Trilux, talán még Streaklix Filip nem. De mivel magyar úgy sincs, azért úgy gondoltam, hogy azért én is megcsinálom a sajátomat, gyorsan elmondom, hogy mi az, ami bejött, mi az, ami változott, és rögtön kezdjük is ezzel, mik a legfontosabb változások. Gránátokat mostantól el lehet dobni a társaknak. Sok mindenre számítottam, arra nem, hogy ezt be fogják hozni. Ez egy nagyon érdekes változtatás. Ugyan a limitációk megmaradtak, hogy a adott gránátból mennyit vehetsz, tehát ugyanúgy csak 2 flash-t vehetsz, 1 HE-t, 1 molotovot, stb. De ezeket aztán eldobhatod a csapattársnak. Ami lehet jó olyan szempontból, hogyha mit tudom én, akartok egy áterelést csinálni, és oda kellenek füstök, de a pont azoknak, akik az áterelést csinálják, nincs füst, és nálad van, és bére neked úgyse kell füst, akkor átdobhatod neki a füstöt, azt eldobálhatja, stb. Vagy hogyha valaki tudja a line-upot a Mirage ablaksmoke-ra, akkor dobsz neki egy füstöt, és akkor ő majd megdobja. A másik nagyon vicces dolog, hogy a flash-edet igazából tudod most már kamupop flash-ként is használni. Tehát kidobod a flash-t, mint hogy egy pop flash lenne, kinézel vele, utána összeszeded a flash-edet, és azt még eldobhatod valamikor máskor, hogy tényleg flash-eljél vele. Egyenlőre azt is meg lehet csinálni, hogy eldobod a flash-edet, és közben egy rendes flash-t is dobsz viszonylag gyorsan, ami eléggé megzavarhatja az ellenfelet. De az kettő kapott egy kis átalakítást, mondjuk kicsit olyan, mintha baltával falaktak volna egy fogpiszkálót. Egyszerűen betettek egy falat a kezdő elé, kb. Ugyanúgy, mint ahogy 1-6-ban volt, most már nem lehet a T-kezdőről látni azt, hogy ki fut át B-re, és nem lehet őket ellőni fakapun át akár. Ahhoz, hogy a terroristák rálássanak, hogy mi folyik ott a fakapunál, le kell ugrani suicide-ra, és egészen sokáig előre kell menni, és akkor is csak az embereknek a fejét fogják látni. Szóval, hogyha az ember közel megy a fakapuhoz, teljesen sértetlenül át lehet jutni B-re, anélkül, hogy a terroristák tudnának erről. Elméletileg egy kicsit nerfelték a desertet, most már kevesebbet sebez. A silenceres M4 kapott egy kis sebzésbuffot, úgyhogy az most már kicsit erősebb lett. Halál után most már sokkal gyorsabban sötétül el a kép, így kevesebb info lesz arról, hogy mit csinál az ellenfél, miután megölt téged. Bejött a Riot Shield, igaz, hogy csak hostage mapokra, de végül gyorsabban kihozták, mint a PUBG, akik belengedték, aztán végül elvetették az ötletet teljesen. Maga a koncepció érdekes, úgy működik, hogy a heavy fegyvereknél találod meg és tudod megvenni. Ha nálad van, akkor eleve lassítja a movement speededet, de a hátadat teljesen védi. Így semmivel nem tudnak igazából onnan eltalálni, és itt nem is tud széttörni. Hogyha pajzsként használod, akkor egy idő után szét tudja lőni az ellenfél, és akkor eltörik. A pajzsnak külön inventory slotja van, tehát nem foglalja el a helyét egyik fegyverednek se, ugyanúgy 2 fegyvered lehet mellé. Na, és akkor mi is ez az operation? Ami tök jó, meg mindent, örülök neki, hogy van operation, de pont nemrég beszélgettünk arról, hogy kb. Minden játék, a Battlefield-től elkezdve az R6-on át, a Valorant az kifejezetten nagyon jól menedzseli ezeket a tartalmakat, meg a játék köré épített imidzset. Na most ez a csére egyáltalán nem jellemző. Ez az operation-ök, vagyis hát az operation-ök azok, amik egy kicsit adnak valami hangulatot, valami frissességet a játéknak. De az, hogy hogyan jön ez a dzsungel téma ahhoz, amilyen mapokat most kihoztak, azt egyszerűen nem értem. Mert jó pofa a kicsit gagyi Rambó, meg jó pofák a búvárruhás agentök, de hogy ennek mi köze magához a cséhez, meg magához azokhoz a mapokhoz, amik kijöttek, különben valószínűleg az Insertion, ami az egyik új map, az tök szuper lesz, az Insertion első részét én nagyon szerettem, ugye ez egy kicsit különleges olyan szempontból, hogy te választod meg CT-ként, hogy hova fogsz spónolni, és akkor több irányból lehet bekeríteni a terroristákat, és kihozni a hostage-eket.
ez egy elég speciális gameplay újítás volt, és tök jól működött szerintem. De hogy ugye ez Svédországban játszódik, késő őszkora tél, cserébe ugye az agentek, amiket kapunk, az meg az esőerdőnek a legmélyéről jövő, mondom, rambók, meg a vízből előjövő búvárok. Ezt én nem tudom így összerakni, tehát szerintem ezt csinálták volna valami konzisztensebben is. Amúgy az Operation szokásos dolog, kb. 13 euróba kerül, jövő februárig fog tartani, hetente vannak különböző küldetések, amikkel csillagokat lehet szerezni, a csillagokért skineket, agenteket, meg stickereket lehet kapni. Ráadásul bejött egy csomó új collection. Igazából azért nem is nagyon akarok erről beszélni, mert szerintem borzalmasak a skinek, amik ehhez kapcsolódóan bejöttek. Úgy tűnik nekem, hogy a Valve az fogja, és behoz egy, sőt nem egy, egy egész teherautónyi kis ilyen skineket, amik mind szarok. Csúnyán néznek ki, senkinek nem fognak kelleni, 2-3 centet fognak érni a végén, és ezzel próbálják talán valahogy mesterségesen feljebb pumpálni a ritkább, jobban kinéző skineknek az értékét. Ez az én tippem. Vagy egyszerűen csak teljesen nincs ízlésük. Mert nem azt mondom, hogy a Valorantos skinek nekem tetszenek, mert nem, szerintem azok még borzalmasabbak, de abban legalább van valami fantázia, mindegyik valami, tényleg valami újdonság. Nem azt csinálják, hogy kihoznak sok szart, és akkor van egy pár ritka jó, ami jó drága lesz, hanem amiket kihoznak, az mind egyfajta koncepció köré épül, és mind a maga módján igazából jó lehet annak, akinek tetszik az a fajta koncepció. És nem azt csinálják, hogy csinálnak egy csomó szart, és aztán azok gyakoriak lesznek, és egy pár jót, ami ritka és jó drága lesz. Mondjuk persze a Valorantban más is, mert ott kifizeted és megveszed a skint, azt annyi. Nem az van, hogy nyitogatod a ládákból, és akkor random dolgokat dobál neked. Az egyetlen dolog, ami pozitívum, az, hogy a ládába bekerült kések, azok egész jó pofák. Tehát ott vannak elég speciálisak, azok lehet, hogy tényleg értékesek lesznek. De mondom, ez megint ugyanazt a izét támasztja alá, hogy szerintem a Valve megint el akarja állasztani a marketet sok csúnya, olcsó skinnel, azért, hogy aztán a ritkák azok még értékesebbek legyenek. Bejött még egy nagyon érdekes dolog, amit nem teljesen tudok hova tenni. Én szerintem ez a koncepció, ez nem kötelezően illik a cséhez, de még az is lehet, hogy ez lesz a jövő. A lényeg az, hogy a Valve bevezette azt, hogy most már nem csak 16 körös, hanem 9 körös versenyeket, és hát meccseket is lehet venni, és eldöntheted, hogy egy hosszabb, vagy egy rövidebb cséh meccset akarsz játszani. Ez azért problémás szerintem, mert ugye egy 9 körös meccsnek azért teljesen más az ekonómiája, mint egy 16 körös meccsnek. Teljesen másképp bünteti azokat a hibákat, amiket csinálsz meccs közben, de sokkal randomabb lesz egy 9 körös meccs, mint egy 16 körös meccs. Időt sem lesz különben megszokni azt, hogy az ellenfeled hogyan védekezik, mit csinál, nem tudsz rá reagálni olyan gyorsan, hiszen 9 körbe, főleg, hogyha az ekókat is beleszámítjuk, nagyon könnyű annyi variációt belevinni, hogy ne lehessen kiismerni az egész meccs alatt. Amíg a 16 körösnél azért bőven van időd arra, hogy megszokd, hogy az ellenfeled kb. Milyen sémákat használ, hova szeret támadni, vagy hogy szeret védekezni, és akkor tudsz rá reagálni. Ami szerintem egy nagyon fontos része a játéknak, egy 9 körös izénél csak lövöldözés lesz random, aztán futkározás, hogy lesz, ami lesz. De ez persze csak az én véleményem, simán lehet, hogy ez a jövő, hogy csak 9 körös meccseket játszanak Cségóban, majd elválik, hogy a többség mit akar. Már olyan szempontból megérthető, hogy van, akinek nincs ideje leírni 90 percet csézni, csak akkor lehet, hogy nem csézni kell, hanem el kell menni Valoranthoz, úgyis rövidebb. Bekerült még egy private queue, amivel saját meccseket lehet generálni, azaz, hogy ilyen custom meccseket kvázi, ahol a barátaid ellen akár 10-es mixeket tudtok játszani, így már nincsen szükség arra, hogy mondjuk egy szerver hostingnál béreljél szervert, és akkor meg tud csinálni mondjuk az öreg fiúk meccseket, hanem egyszerűen csak be tudunk menni egy valós szerverre a saját kis kódunkkal, és le tudjuk játszani a kis meccseinket, amiket szeretnénk. Ez egy nagyon fun dolog, ez tök jó, hogy berakták, de mindegy, hamarosan úgyis fogunk majd streamen is játszani,
a játékkal kipróbáljuk az Operation-t, meg az új mapokat, meg mindenfélét, ami hozzátartozik, úgyhogy majd nézzétek a streameket. Körülbelül ennyi lenne most ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!